Ez itt az utolsó, ötödik része a Ukulele végigjátszásomnak, platinázzuk. Megvannak már a mozdulatok, mind a három oldal, már csak egy képesség van. Visszatértem korábbi pályákra, és ahogy láthatjátok, a page-ig 25x25, aztán a tollak 200x200, tehát megvan minden. Már csak egy világ, az ötödik hiányzik nekünk, úgyhogy ez az, amit megnézünk és befejezünk. Amivel remélhetőleg meg lesz akkor ez a maradék trófea, hogy elérjük a platinát. Kaptunk Trousertől egy királyképességet, az, hogy így tudunk repülni, vagyis hát megadja nekünk a segítséget ez a drága kis Layli, és akkor vele akkor ennyit tudunk tenni, lehajolunk, höp-hó, és akkor repülhetünk, ameddig csak bírunk. Ezzel jártam be a legtöbb világot, bárhova felrepülök, bárhova eljutok, aztán leérkezem. Ez nagy segítség volt az előrehaladásba. És úgy tűnik, hogy továbbra is az lesz, mert amit láttunk, az az ötös világnál egy Saturnus, tehát gondolom valami űrbéli nagy repülések kellenek, majd vissza tudunk menni a négyes kaszinó világhoz, de mi nem azt tesszük meg, hanem lecsekkoljuk, hogy mi újság az utolsó világba. Először az alapvilágot nézzük meg és teljesítjük, és utána pedig majd kiegészítjük, és akkor befejezzük. 12 page-ikkel, tehát megvan az eddigi összes. Oldjuk fel, ez a Galaon Galaxy Open Books trófea. Kinyitottam a világokat, majd később kiegészítem. Először az alappályán megnézem, hogy mi újság. Na csekkoljuk le a Galaon Galaxy. Jól néz ki, annyi biztos. Oké, na várjál csak, itt mi újság van. Ez egy lehet, hogy az egy sebzőke. Oké, arra akkor nem megyünk, hanem nézzünk szét, és akkor elindulunk előre, követjük a tollakat. Egyébként van egy olyan tonik is, ami így a tollak mellett úgy fütyülget, és hát itt már is kéri a játék, hogy használjuk akkor ezt a repülős képességet. Ráadásul úgy, hogy a tollakat ne hagyjuk ki! Ó, bátyáim! Azoknak az elérése nem volt egyszerű. Vissza kell repülnem és újra próbálkozni. Jó, sikerült. Akkor nézzük meg, hogy a landolás után mi a helyzet? Itt van Trouser papánknak, akkor az utcsót elkérjük tőle. Hát elvileg mindent megvásároltam, csak a Sonar Shield maradt meg 100 darabért, ezt én megvásárolom. Így akkor a Smashing trófea megvan, megvásároltam mindegyik mozdulatot. Ez pedig az R2 és a háromszöggel be lehet kapcsolni, és akkor így lehet akkor csúszkálni és mászkálni. Na nézzük meg ezt a gombot, hogy ezzel mit lehet itt csinálni. Ez vezetett vissza, ki fogom nyitni neked, hogyha valami force fieldet akarsz, akkor vedd meg a sonar shieldet. Ja, akkor a másiknál pedig nekem kell használni a sonar shieldet, de ezt kinyitotta. És szerintem ez egy utazás lesz. Szerintem ez vissza fog vezetni minket, akkor oda, ahol kezdtünk, nem? Vagy ez merre fog vinni? Úgy tűnik, hogy ez, ja, visszahozott. Tehát akkor ez valami gyors utazásos történet lehet. Hoppá, de itt a kezdőhelyen itt nem is. Oké, akkor itt még van egy kihívás. Ezt akkor csináljuk meg, ezt a kihívást, hogyha már így ide eljutottunk. Várjál, itt van valami. Ott forgózik. Innen, hát átugorni nem hiszem, úgyhogy megvárom, míg ide fordul, és el tudom érni azt a köpő fordulatot. De szerintem fel tudok így ugorni ezzel is, és akkor landolhatok, és tovább haladok. De nem akarom elkapkodni, mert kellemetlenség is lehet ebből. Még fentebb, hát itt nem tudom, itt vannak-e tollacskák, vagy mi a helyzet, de ide egy landolást tegyünk meg, és akkor nézzünk szét. Hóhó, ez aztán a magaslatok. Valaki itt van, itt valaki ide bent, vagy mi újság van itt. Ha fellépek a tetejére, akkor ennek a tetején nincs semmi. De ide bent, ha bejövök, akkor halló. Egy szellem komanda, jó van, megvagy. És az a bomba pedig itt kirobbantott a másik oldalt egy lehetőséget, hogy könnyebben haza tudjak menni. Jó, hát köszi. Várjál, de azt nem lehetne? Ho, várjál csak. Szerintem azt is szét lehet robbantani ezt, mert ugyanolyan formája van. Akkor gyorsan felveszem ezt, és akkor jövök ide ki. Innen pedig repülök le, azt mondja, odáig, és felrobbantottam. Mögötte pedig három darab tollacska.
Oké, és akkor visszajöttem Towser mellé, és itt egy ajtó. Egy page van bent, be van zárva, és ennyi. Jó, akkor nézzük meg, itt így elindulok, akkor opa. Ott szerintem a pajzsal kell lesz nekünk végig haladni, tehát akkor ez pajzs bekapcsolás és indulás tovább. Jó. Ha bár itt ki lehet kapcsolni, itt vissza bekapcsolni, tehát nem muszáj mindig használni. Ó, amikor nem szükséges a pajzs helyzetétől függően. Tehát anélkül is be lehet aktiválni. Itt viszont szerintem fölrepülünk. Föl, vele fordulj vissza, mert itt van még egy. Ezt még megszerezzük. Aztán megyünk erre. Oda itt le van zárva. Itt valami zárt van. Akkor itt fentebb megyünk a másik oldalt. Ott lesz a page fent, csak előtte... Fel kell jutni teljesen, és aztán lenyomni ezt a gombot, kinyílik a láda, és megvan akkor az első paging ebbe a világba. Plusz a molekula ott a tetején majd. Megérkezik egy hajócska, akkor megpróbálok itt kívülről felrepülni egészen a tetejéig, és akkor azt a molekulát megszerezni, mert ezzel lehet feloldani akkor azt a másik formát, amit már láthatunk. Jajajajaj, ide jött le, úgy tűnik, akkor iradom a doktornőnek, és akkor majd aktiválja a transformátort, és akkor majd átváltozunk valamivé, megnézzük, hogy az hogy segíthet nekünk. Habár mondjuk még itt előtte ide fel tudunk szerintem jönni, és meg tudjuk nézni, hogy ez hova vezet, néhány ellenfél. Jó, hát akkor tippa, győzzük le a gaponyafejes, jó van. Ó, aha, ide is robbantó kell, ez itt valami robbantás szükséges ide. Lehet, hogy amivé átváltozunk, hát ha az segít a robbantásba. És akkor egy hajóvá változtat át minket, ami hát jó. Megnézzük, milyen fegyverekről beszélt. Van ilyen fegyver, egyenesen lő, háromszög, az így fölfelé, és a kör az nem is lő. Jó, hát érdekes, érdekes annyi biztos. Egyenesen így tudunk lőni, de ez nem tűnik, hogy bármit tenni a háromszöglövés, az mondjuk jó. De ezt a kéket nem tudjuk széttörni, csak az ilyen sárgásat. És olyan, mint a hógolyót lő neki, vagy mi ez? Jó, van a tüzelő. Aha, a tüzelővel meg mégiscsak el lehet, és azon belül is van egy kis tollacska. Jó, akkor boostolunk előre, tűz, és akkor ez így elolvasz, hogy ez egy jégtömb lehet, ez egy jégtömb. Jó, vagy várjál csak! Ez szerintem az a három képesség, amit hoztunk egyébként is. Ez itt azért hógolyós, mert hólövések, ez robbanó lövések, ez pedig a tűzlövés, vagy hogy lehetne mondani. De hát, ha el tudok akkor oda a körbe kerülni, igen. Akkor itt kihasználom ezt a hajót, mert itt mind a három képesség az itt nála, vagy hát igazából fegyverforma nála van. Nem tudom, hogy a kezdőhelyhez el tudtam volna elmenni, de azért ott is lett volna szélen egy robbantás, azt akkor még meg lehet csinálni, de itt láttam, hogy amikor itt körbe jöttem, hogy ezt, és szerintem ezzel odáig is elér. Igen, nyitva, és akkor, hát majd oda bemegyek. Majd ott úgy látom, ez egy nyitott valami ajtó, és ott egy szoba lesz, vagy valami aréna. És így be lehet járni az egész galaxis, vagy hogy nevezzem. Ez jó, ez a kis járgány, ez jó. Na akkor szétnézek, és meglátom, mit lehet még akkor olvasztani, robbantani, fagyasztani, és akkor majd visszaváltozok. Na lássuk akkor itt mi a helyzet, robbantások, lépjünk be akkor ide a közelebb a valamilyen torony, vagy mi újság. Meg kell majd menteni ott egy lapocskát. Előtte megtisztítjuk a helyet. Itt van hátul egy nyomógomb, akkor azt eltaláljuk. Mert itt volt ez a fal, nem tudtam bentebb menni. Így most már azért egyszerűbb eljutni ide, és ott elolvasztani azt a belső gömböt. Ezzel most már kész vagyok, mert csak eddig tudtam jönni. Most már vissza kellene, vagy még ott van egy hópelyhes lövés találat, oda be kellene találni. Jó, sikerült, és akkor ez leengedődik. Így bizony, na gyere csak, ugorjál le, lapocskám, és hadd vegyük fel, na szevasz, megvan. Jó, hát szerintem ennyi volt, amit azzal kellett tennünk. Jó, ezek az agy, figyelj, milyen agyasok. Na jó van, itt akkor, amit úgy megcsináltam, azt fejezem is be.
Ott felül még vannak tollak, akkor majd oda még elrepülök. Csak előtte hadd beszéljek ezzel a törött, vagy hát széttépett, okay, megvan. Hogyha kiegészítem ezt a világot, akkor együtt mehetünk egy kalandra. Jó, akkor még ki kell egészíteni a világot. De amit még látok, az az ottani fenti tollgyűjtögetés, úgyhogy kezdjünk hozzá. Tehát a hajóval voltam itt, ott a Darunál, és akkor ott megszereztem a dolgokat. Itt viszont akkor befejezzük a tollgyűjtést. Okay, azt hiszem akkor itt körbejöttem a sziklákon, és megvannak ezek a kis tollak is. Hát itt ide bent én nem gondolom, hogy lenne akármi is, tehát itt a hajós feladat volt itt, de azért eljövök ide, elnézek, és ennyinek tűnik ez a világ, ez a pálya. Tehát érdekes, nagy... Hoppá, itt hallok valami röhögést. Lehet, hogy itt van egy ghost. Ó, itt a ghost! Na jó van, hallatszott a röhögése. Jó, akkor ezek után mehetünk vissza. Egyébként ez a szellemek mindig ugyanazt csinálják. A sárga az csak el van bújva valóva, a kék az mindig úgy röhög, és akkor ezzel a denevér kiáltással kell őt felfedni, akkor a piros az mindig éhes, szóval az utolsó zöldet meg el kell kapni. Mindig szaladgál, menekül. Meglátjuk, mi lesz még akkor itt, ebben a rejtett kis szobában, és akkor utána meg kiegészítjük a pályát, és maxoljuk a maradék részét. Na, bejöttünk a Cosmic Cavernben, nézzük csak, mi a helyzet, ez egy kozmikus. Hó, lézer folyamat? Tehát akkor figyelni kell, hogy ez a lézer mikor jön fel. Lent is lehetek? Vagy itt ez itt erre le lehet jönni? Ide lent és fent is. Úszkálásról is van itt szó? Hadd nézzem ez a... Ajajaj, víz alatti történések is. Na jó, akkor... hogy itt most van egy gyűjteni való? Az még egy kérdés, amit azt szeretném, hogy ne legyen, mert itt akkor megint szétnézni a víz alatt az kellemetlen lehet. De nézzünk akkor először szét ide lent, hogy mi újság. Hát úgy tűnik most legalábbis, hogy ez teljesen üres. Tehát nyugi van. Azt mondom. Habár, vagy ez egy nyomógomb? Hát nézze. Nem. Úgy tűnik, hogy az nem egy nyomógomb. Az csak egy... Ja, ez csak egy kis világítás. Okay, hát elvileg van egy kicsi hézak közöttük, de nem szeretném ezt így. Megnézem, hogy ez a védőpajzs. Ez a védőpajzs úgy tűnik, hogy valóban véd. Tehát a védőpajzsot lehet használni. Ide fordulunk, és akkor így felvesszük. A lepkékkel pedig fel tudjuk tölteni ugyebár azt a energia képességet. Ezt kell akkor úgy használnom, ahhoz, hogy túléljük ezt a megmérettetést, és így egyből át tudtunk jönni. Jó, akkor megint van itt valami forgó. Ebbe szerintem nem tudok belemenni, de majd... úgy gondolom bele kell lesz itt, fel tudok repülni valahova, hogy ez... keresztül lehet itt? Várjál csak! Nem engedi, hogy keresztül menjek. Hát akkor maradunk ennél az idézőjelesen egyszerűbb módnál. Jó, akkor itt bekapcsoljuk, kikapcsoljuk, be és ki. Jó, akkor itt a töltés és az energia az nagyon fontos. Itt vannak ilyen boost energiák is egyébként, amiket lehetett szerezni. Oly a forgások. És ott lesz majd... gyerünk, jöjjünk be és szerezzük meg azt a... Jó, ez így megvan. Az úgy viszont... Teljesen lenulla! Gyorsan ugorjunk el. De ott a bátyja. Várj. Aha, jó. Átjutottam. És itt a Pagey. Ja, csak ennyi kellett. Ja, én meg már azt hittem, milyen hosszú lesz még. Akkor ez volt itt a kozmikus. És kikapcsolok. Ja, kikapcsolja az egész. Ott van valami! Ott középen ott volt valami. Ott, igen, és akkor kikapcsolva mindent. Jó van. Nem volt ez olyan túl hosszú. Azt hittem, hogy tudod, milyen hosszú lesz, és akkor vissza ki tud dobni, hogy kezdjük előről. Ja, akkor megvan a Pagey. Na, ki jött a Pagey-kém onnan? Ügyes vagy. És akkor ide bent pedig szétnézek, mert mintha lehetett volna odafent csillogni. Aha, itt van. Pont erről beszéltem, az energiás, a powerről. Na, várja. Akkor ide hadd jöjjek. Barstar. Megvan a Barstar. Mind a hat power extender megvan, hogy többet tudok akkor úgy. Akkor végig. Hova? Ja, és akkor mehetünk vissza. Szerintem ez az aréna, ez ennyi volt. Itt akkor ide lent a vízbe úgy semmi, fent a levegőbe szintén, tehát akkor
most már úgy szét lehet nézni, de itt nyugalom van. Ez szerintem ennyi volt, hogy a Power volt itt, illetve egy Pagey, meg hát az a néhány toll. Úgyhogy én azt mondom, hogy az alappályának a felfedezése és maxolása megvolt. Amit tudtam, azt megszereztem, amit a játék itt megnyitott, úgyhogy megyek vissza, és akkor megnézzük, hogy a ki bővítés után mik lesznek a pályán. 15 Pagey felhasználásával ki lehet egészíteni a Galleon Galaxy-t, ezt megtesszük. Super Sized trófea megvan, mind az öt világot. Nézd csak, boom shakalaka! Most már a teljes pálya miénk. Na láss, figyeld már mi történt. Itt van a torony, ott van a, hey, hova tűnt a hol, mi volt, mennyi, a hajó, az asztero, ol, fő, Black Hole, mi a? Nagyon durván ki lett egészítve, hát kicsi is volt, valljuk be, az alappálya, alig volt benne valami. Itt most már nézd meg, mennyi minden cucc van. Ha itt van akkor ez a kis papír, nézzük meg mi a helyzet most már, oké? Az égen szórtak szét engem. Jó, majd szétnézünk az égbe. Már legalább akkor kaptunk egy kis ötletet, hogy hol lehet. Tehát akkor igazából itt most már így tudjuk folytatni ebbe az irányba az előrehaladásunkat. A szétnézés kiröhögött ilyen furcsán. Várjál, még volt az a röhögő. Itt is van egy utazás, meg itt, várjál még itt mögötte, itt van egy... Azt hiszem ezt tudom még, ez ennek a széttörése. Várja, ez nem, akkor ez a használat? Nem, akkor ez a felpörgő kilövő. Az sem, hát akkor hogy? Ja, itt van. Boom, ez az, hát ez gyenge volt. Mi van, ha felrepülök mondjuk ilyen magasra és innen lefelé egy, az mellé, na várjál, mindjárt jó lesz. Most innen fent, ott meg oda esek bele, na várjál. Innen fentről most le egyet, csak 90, még kell egy kicsi. Nézzük, akkor megyek, szedem tovább a cuccokat. Ja, vagy várjál, lehet, hogy ezzel, mert így aztán nagyon nehéz leszek, nem? Szerintem lehet, hogy ezzel kell megcsinálni, és nem is kell fentebb menni nagyon. Mindjárt megnézzük. Hip-hop, le egy támadó. Oké, ez már sokkal erősebb volt, pedig csak ide lent voltam. Úgyhogy gyorsan repülök, és innen egy lefelé támadó. Hogy az a innen egy lefelé támadó, az is csak 90. Most lefelé, bum, na végre. Oké, jöjjünk ide, nézzük ezt a fekete lyukat. Black hole. Oké, lépjünk be. Oké, szép kis nyugi hely. Úgy látom a Pagey az már is itt van. Arra kell indulni, és... itt fogjuk kikapni majd, megkérdezem bátyját, mi a helyzet. Vagy várj, ez nem is bátyja, vagy ez golf. Jó, hát akkor ez a helyzet, hogy nekünk el kell indítani az órát, és akkor el kell vinni a golyót egészen odáig. Oda! Na gyerünk, akkor indulás, és akkor... Jobb, nem is ezzel kell indulni, hanem a kilövéssel mondjuk így felpörgőzünk, és püf neki egyet, 2,5 perc, akkor az ott úgy mehet, ott megakad, vele vigyük egy kicsit, jó. Ebbe az irányba egy kilövés, azt mondja, püf neki egyet, gyerünk, boost. Menj tovább, ez az, jó, itt most elég szélén is menned. Aztán itt le van zárva, na várjál, ezekkel szerintem ki kell nyitni egy-két H képesség, gyerünk, jó, kinyitódott. Akkor egy boost, nem úgy értettem, bocsánat, várjál, az kiesik, nem viszem el. Jó, most szépen viszem, most nem turbózok, vadulózok, hanem szépen megyünk. Az ott oldalra ki fogja lökni, ha csak itt mögötte trükk, nem. Itt ezt ide, fordítás, és most gyorsan, Na most irányba van, ops, gyerünk, oda, most, menj be, hagyja, ott van, de nem így, hop, jó, 10 másodperc, hogy bevigyük a golf lyuknap, nem mondod, hogy ezt most már elrontom a végén, mennyi agyas ember van itt, 3, 2, 1, esélybe le, na menjetek, 1 perc 16 van még hátra. Jó, hát remélem itt más gyűjteni való nem volt, mert más nem láttam, csak ezt a Pagey-t, úgyhogy, ja,
Ennyi. Hoppá, hoppá, itt mi újság van? Oda lejött egy koma, mert ide nyomtam egy ilyen támadást. Na nézzük csak, mit mondasz nekem, szia oka. Betöltés 98%. Hát jó, akkor majd még töltögessél. Én meg addig gyűjtögetek, és összeszedem a tollacskákat is. Még ott felül is van, ott az árbóz tete. Nagyon magasan. Ott, gyerünk. Jó, felvettük. De nézzük meg akkor, mi újság itt bent a hajó belsejébe. Ez itt a kapitánynak a kabinja. Na, mit lesz itt a kapitánynál? Vagy itt van egy... Szevasz, hon vagy kapitány? Mi történt vele? Nincs is itt. Tehát ez élő vagy? Vagy miért nem beszél? Na, jó, most már lehet beszélni. Megnézem, mi újság odalent. Aha. Szóval akkor egyrészt összetörögetünk, másrészt itt akkor felvehetjük a... Hát így a csillogó világítást. És azt mondta a kapitány, hogy fél a fényektől, szóval nem tudom, mit fog ehhez majd szólni, hogyha így felmegyek hozzá nagy fényességbe. De igazából itt van még egy, ez a köpés, ez a tűz. Ezzel mondjuk meg tudom gyújtani a fényeket, hogyha olyan a helyzet. És egyszerre kettő képesség is lehet nálam, tehát hogy világítok, és hogy tüzet okádok, még az is működik. Akkor itt a lámpást, ezt gyújtsuk meg. Jó. Jól van, adott egy page-it. Köszi szépen. Repüljünk a következő helyszínre. Na gyűjtögessünk, akkor itt is tollakat, és ahogy látom, itt is egy page-i, csak hát akkor valami feladat van hozzá. Azt mondja, horgászat. Jönnek a halacskák, 15-öt kell elfogni. De a pirosat nem szabad. Akkor nézzük, akkor 1-2-3 rajta, akkor 1-15, mert oda a nyelvével kell nekünk ott úgy elkapni. Hát a csillagokat, tehát itt nem vízen horgászunk, tehát ez nem olyan. De azért nem sok idő van a 15-re, hogy őszinte legyek. Meg amik már lentebb kerültek, azokat nem is tudom beszippantózni, szóval ja. 15, meg a 15 per 15. Jó, éppen hogy. Akkor ezért is megvan a page-i. Megyünk akkor tovább, nézzük a helyszíneket. Még maradunk ennél a szigetnél, csak ugye hát a további helyeket lecsekkoljuk, hogy milyen kihívások vannak még itt. Itt lefelé van valami titkos útvonal, hadd nézem csak. Ó, oh, a Minecraft! Jaj, rémámok! Ajajajajajaj! Ne! Kratos, please don't hurt me! Na lássuk, ahol a zene már bevadult. Már bevadult a zene. Na lássuk itt mit... Ó, oh, most ilyen alacsony gravitációs, magas, hosszú ugrások vannak. Na ez még jó lesz, ez hiányzik még nekem, akkor... mennyit kell gyűjteni, azt nem is... Na majd elmondja. Ó, oh, még mozognak is most már. Mozognak a drága kövek, ahogy gyűjtjük. Hát ilyet, nehezebb és nehezebb. Szenvedtem én annyit, nem szenvedtem már eleget amúgy, hát ilyen. Arra pattogni nem pattog. Na gyerünk, most pattogok rajta egyet. Hát persze, hogy nem kapja el az összeset. Itt szerintem csak el kell engedni és onnan rápattanó. Rendben, ott azért az elég jó volt. Ott akkor kilőjük, megvan az ötös. De hát itt szerintem olyan sokat kell gyűjteni majd, hogy így gyorsan átmegyek. Itt maradok itt, mert az ötös megéri, sőt, nem is talált el. Itt megint gyorsulok egyet. Egy lövés. Na várjál, még itt a végére lehet, hogy jó lesz. Ott le kellett volna fékezni. Itt fent is lehet menni, és lent is. Hát most akkor menjünk itt lent. Aztán lehet, hogy ezt így újra lehet menni ezen az útvonalon, és akkor majd ott fent megyek. Meglátjuk. Annyi biztos, hogy a 100-at értem el most. Most 102, ott természetesen az megsebzett. Itt egy kicsit akkor lassítok, tovább, ugrás, lassítás, 105, ugrok, itt turbóz... De miért nem? Ott pedig egy boosttal úgy lehetett volna azokat is érni. Itt egy fékkel azokat, és ott volt lent egy sárga. 114-re húztam fel, 117, ez és még egy 5-ös, na az arra nem ugrok fel, hanem jövök itt le. Oké, 133, várjál, még biztató lesz, várjál, 144, még várj, rád ki a végeit, lehet, hogy jó lesz. Hogyha 150 a cél, akkor még lehet, hogy jó lesz, mert 158-nál tartok, 100, ott felül, oj, 161, ott lehetett volna egy boostot, de nézzük. Oh, de mennyi kellett, bátya? 165-tel fejezem be, ez már elég? Ez sem! 175-öt kell! Már 170, 176, jó, most már megvan. És ha maradok itt, nem ugrálok, akkor ide lent is van még, nézd csak, pif, látod, hogy mennyi ott van? 185-öt elértem!
GG. Hú, ha na ezzel letudtuk, ezzel megvagyunk a Kratos kihívásokkal. Na végre. De hát a Pagey kell nekünk, köszönjük szépen. Hú, ez a minecartok. Hát az előző a bosszal vegyítve, az volt a durva. Az. Na nézzük akkor ide fent, akkor mi újság van, hogy e fölött. Mert hogy itt volt az a kis kihívás, ami a horgászat volt, de akkor így körbeértünk, csak ugye fentebb még nem mentünk, hogy megnézzük, hol vannak ezek a kis toll... Hoppá! Ajj, hova lögtél? Nézzük meg akkor a tollakat, azokat is össze kell így gyűjteni, mert szerintem itt az a Pagey-ket összegyűjtöttük, a kis oldalakat, de a tollakat azokat nem, szóval csekkoljuk le és gyűjtsük össze. Hoppá, na itt van egy tüzes, ez érdekes, hogy ez a tűz, ez itt mi újság. Itt van egy, várjál, ez egy egyes, vagy ez egy rázó? Ez itt valami nekem nagyon-nagyon gyanús volt. Hoppá, tüzet szerintem itt kell felhasználni. Jó, és akkor még mindig mehetünk fentebb, mert még mindig vannak itt tolla. De ide be lehetem menni. Ó, egy rejtett cuckó! Az Inside Rastow, Rastown belül vagyunk akkor. És ez egy elektromos, ez egy... Az pedig micsoda? Ez megvan, de ez mi? Ezt be kell rázni, vagy nincs pörgetés például? Ezzel mit tudunk csinálni? Hát ez most itt semmi. Ja, azt lehet meg kell gyújtani. Ez az, amelyiket meg kell gyújtani. Ez pedig ki kell vinni szerintem oda az elektromos jelölőhöz. Szerintem így egészítjük ki ezt az egész dolgot. Ez az elektromos kész. Ez átfordul. Habár nem erre gondoltam, azra gondoltam, hogy csak simán viszek egy kis tüzet hozzá, nem? De lehet az nem elég, úgyhogy vigyük be azt a tűzformát, és akkor ide álljunk rá, vagy hogy kellene így rá egy ilyen támad... Na várjál! Jó! Valóban így lehetett, akkor ott meggyújtottuk, és akkor kifújta a tüzet, és akkor meglett a Pagey. Itt még ezen a szigeten még ott észreveszünk valami piros jelzést, kérdezzük meg az ittenét, hogy mi újság. Odáig fel kell jutni? Oké, tehát akkor a pajzsokat le fogja gyengíteni, így, és akkor át tudunk majd haladni, ugye ezzel a pajzs képesség. Wow, ő teljes mértékben elpusztítja? Jó, hát akkor az úgy király, hogyha ezek után majd tudja nélv is. Közben a tollakat is gyűjtögetjük, ahogy ezt kell nekünk csinálni. Oké, na itt is van, akkor a hölgyemény. Menjünk akkor föl, és csekkoljuk le, hogy tényleg van-e önmegsemmisítő gomb, elvileg kell, hogy legyen, de én oda is repülhetek, nem? Tehát, hogy fogom magam, elkezdek repülni, átrepülök itt, és hova kell megérkeznem? Oda kell megérkeznem egyébként, tehát akkor ide fogom magam, nagyjából ide megérkezem, és akkor itt benyomom a pajzsot, és benn vagyok. Hát ez így easy volt, valljuk be. Ja, itt kell a spindes, a spindes kell itt használni, akkor kilövés, piú, ez az, lőjük ki magunkat, még egyszer, jó, még egyszer, itt végig lövöldözzük, és ezt kell spindeselni még, ez lesz, hogy ez a nyomógomb, ami elvileg felrobbantja az egészet, nézzük, Saturnus, bum, ez egy mínusz, remélem ott nem volt gyűjteni való, mert hoppá, mondjuk így most már oda tudunk menni, nem? Vagy ez, hogy oda át, ez már jelent valami. Lejött a Pagey, köszönjük szépen. És akkor itt, ahol horgáztunk a csillagokra, ide esett le akkor a gyűrűje, és akkor ezen elvileg meg tudunk maradni, és fel tudunk jutni egy következő helyszínre, ahol újabb gyűjtögetések kezdődnek. Na lássuk, csak akkor itt mindjárt nyomógomb, de előtte én inkább összegyűjtöm, aztán majd utána bogarászok. Középen itt a Pagey az, oké. Ha nézzük akkor ezt a nyomógombot mit csinál, kinyitotta a Pagey... Na még egyszer, ez a gomb kinyitja a Pagey ketrecét, de nem tudom, hát időlassítás van, vagy ez itt mit? Hoppá, ez itt mit? Ojjajajaj, ide valami kell. Lehet, hogy onnan, mindjárt szétnézünk, beülünk a WC-re, aztán jövünk vissza. Hát itt nincsenek csak WC-k, hát nem tudom, ide betörni nem lehet, hát hadd toljanak, vagy... Na, ho, kinyílod. Ez kinyílod, na jó van.
Valamelyiket ki lehet nyitni? Ó, ez is kinyílott. Hát mi van itt? Ha rápörget, de a piros az nem nyílott. Vagy ja. Ja, ő kinyitotta a másikat, oda le kell menni, és meg kell javítani a... Hát, a WC. A WC dolgokat, jaj. A csövezést akkor, a space plumbing, na nézzük. Akkor kezdjük a nyomógombbal. Nem mondd már, hogy időre megy ez a javítás. Ó, mi jött ki? Ojojojojojojoj. Ó, ide nem lehet rálépni, mert ez végig... Ó, nem mondod, hogy ez a barna. Fú, mi ez a barna? Elsüllyedünk ebbe a barnába. Fúj, te várjál már. Te menjél bele a barnába, ellöklek a barnába. Szevasz, mehet. Várjál, azt a kaput nyissuk ki. Aztán nézzünk szét, hogy mondjuk itt mi ez a platform ide lent. De innen vissza fel lehet jutni, ja. Akkor ott egy, ezt húzzuk ide. Jó, ez akkor így beállt, rendben. Akkor most már, azt mondom, most már indítjuk el akkor az anyagot. Tehát akkor a nyomógomb megindítjuk az anyagot. Ott már végig megy a cucmók. Itt megy tovább. Ott is egy jó! Csövezéssel itt nagy bajok vannak. Akkor jövök át ide. Itt is van egy nyomógomb. Nézzük meg akkor, ez lehozza a szükséges, hadné. Menjünk itt föl, hogy... Ja, ezt le kell szerintem... Aj, de ez is még makákó. Ráadásul még sebezés. Mi lehet abba, hogy sebzést is okoz? Hát itt ezt le kell nekünk lökni. Nem tudjuk így megindítani. De. Jó van, gyerünk. Jó lesz. Mindjárt lent van. Höp. Mehet. És aztán... az pont a helyére kerül, én azt mondom, hogy ezek után már nem tudom, mit lehetne tenni. Úgyhogy nézzük meg. Na, megy a nyomógomb, az első akadályon, második akadály, harmadik, nincs több akadály, tehát lehúzhatta a WC-t, és kidobta onnan a papírkát, remélem nem ezzel törölted. Köszönjük szépen a page-it. Na most pedig nézzünk be akkor ide, hogy ez megint egy valami fekete lyuk, vagy mi lesz itt, az jó kérdés, vagy golfozás. Csekkoljuk le. Space Cog Station. Oh, úgy látom ez egy ilyen gyűrű kihívás lesz. Át kell ugrálgatni. Oh, de időre megy, na várjál, akkor itt gyorsabban. Ott valahogy átnéztünk, elugoltunk, vagy ez... így föllök még? Ja, azt hittem egy sebz. Mi van? Elhibá? Hogy hibáztam el? Ha leérek a földre, akkor vége? Ez nem tiszta még nekem. Ez még nekem nem teljesen tiszta. Itt ez fölfelé? Jaja. Akkor itt egy áramlat van, amit ki tudunk használni. Tehát azt ki is kell, csak ugye figyelni. Hopp, landoló. Rendben, hát van elég időre. Hey, de... ott meg miért engedett le? Szerintem ott van valami a leszippantó, valami leszippantó van ott, és azt nem hagyhatjuk. Szerintem azt nem lehet hagyni. Erre itt hogyan? Erre vissza föl. Hogy megy ez az egész? Hogy megyünk mi itt? Várjál, ez a platform. Levitt ide, és akkor innen, vagy abba az irányba. Csak hát itt azért hosszú, ez meg így a platformokra kell várni, hogy odaérjen hozzánk. De amúgy jó, amúgy teljesítette, mert még egy perc plusz még volt hozzá, úgyhogy teljesen oké. Okay. Csak ide lent azért még szétnézek, hogy ugye ezekben a kincses ládákban szoktak lenni kis tollak, és ez most is így van. Jó, akkor jövök kifelé most már. És akkor csekkoljuk le a... Várjál, itt melyike? Ja, ott van még valami. De várjál, az ott mi az a mozgó? Hello. Az ott oda a hajóval kell lesz eljutni, úgyhogy változzunk át. Itt van néhány fagyos blokk, ezeket széttörjük. Vagy hát nem, az inkább elolvasszuk, tehát inkább elolvasszuk, ez a helyes. És itt van a menekülő ghost. Itt van a szellem, amelyik mindig el szokott menekülni, a szaladgáló. Hoppá, meg is van. Jó, ez a harmadik szellem. Ott széttörünk egy bejáratot. Jó. De én láttam valami mozgó másik hajót valahol. Nézzük csak meg, mi ez a... Ki ez a... Monopolyból, vagy ki vagy te? Szevasz, hogy te... Hoppá! Ajaj! Ezt... No! Ne! Ez egy boss harc! Planet! Most már özvegy lett, mert legyőztük a férjét, vagy hát nem tudom. Ezzel így sebezzük, vagy mivel? A fagyasztása, mert tüzes? Aha!
Aha, azaz, azaz. Ó, túl közel mentem. Aha, aha, megvan, megvan. Tehát mindig valahogy ellentétesen kell itt lesebezni. Oké, ez a fagyasztós, úgyhogy ide az a tüzes kell. De lövöldöz, ajaj, fentről küldte a támadásokat, és most jönnek. És utána jobban kiemelkedik, és kezdhetjük előről a támadást. Elvileg kész vagyunk, vagy még fordul-e? Jajaj, abban már teljesen felemelkedett. Most mit csináljak vele? Az a fejét kellett? Nem áll. Oly, nagyokat lövöldöz rám, várjál, oda tudunk még csípni? Igen. A kérdés, hogy meddig bírja, mert mi még bírjuk 4 élet, vagy hát 3 élet. Á, ez ki kell kerülni. Ez ki kell kerülni. De fordul velünk! Hát most mit csináljak? Ja. Oh, ez nem tetszik. Nagyon alig bírja. Micsoda! Planetary Annihilation! Az ötös világ bosszát legyőztük! Hát akkor ez ennyi volt. Megnézem itt akkor, mit is oldottam fel itt ezt a nyitott ajtót, ami úgy le volt zárva. Ez itt a... Nem ír ki semmi szöveget, de hallom a csillogást, úgyhogy csekkoljuk le. Itt rajta vagyok. Jó, lenyomtuk. Ja, és akkor úgy marad? Ó, ide kell nekünk a láthatatlanság képessége. Ezen rajta vagyok. Teljesen lenyomjuk, és megyünk tovább. Jó, akkor jöhet a lepke. Megyünk tovább. Hol van a nyomógomb? Itt középen bent. Szerintem ott ki lehetne. Hello. Miért nem mehetek be oda? Ja, erről az oldalról lehet csak bemenni. Ez az ilyen láthatatlanos kihívás, ez úgy tűnik. Itt szerintem ez a Sonic hang hatás, igen. És akkor megvan a következő lenyomó gomb, ahol tovább haladva megint kell lesz nekem Sonic hatás is a másik oldalt. Idáig csak nem látnak el, nem? Tehát itt már le lehet szerintem ezt állítani. Utána, ajajajaj, jönnek idefelé. Itt észrevettek a következő szobába, és nem így túl sok életpont. Mondtom. Hát de azért, mert a boss! Itt felnyomunk akkor egy ilyen támadást. Jó, összezavartuk őket, vagy? Hey! Összezavartuk, jó, akkor most a nyomógomb lenyomva, és mehetünk tovább. Ide fent vannak ilyen kis tollak, fú, lehet, hogy eddig is voltak, csak nem vettem észre. Az azért kellemetlen, az már kellemetlen, meg ez a kameramozgás néha. Jó, annyi mindennek, ami lent volt, mert egy olyan lézert úgy behozott. Jó, akkor az úgy kész, és jöhet az ajtó nyitás. És ez úgy hangzik, mintha az utolsó lenne. Jaj, oda fent, megint ide fent, jó, ide be, vagy. Nyomjuk le ezt a gombot, beléphetünk a page-ér, és majd fent pedig vissza a kezdeti helyszínre, és akkor úgy kiléphetünk ebből a kihívásból. Nézzük még, mi van itt ezen a szigeten. Ide fent, itt megint egy, úgy tűnik, megint valami. Hadd nézem ezt a kihívást, jó, mi van itt? Semmi, csak ide be kell csúszni, és akkor kilövés. Hát nézzük, ez akkor csak egy utazás, méghozzá, jajaj. Na akkor lássuk itt, hogyan tovább ide le tudunk esni. Mert most lefele vagy fölfele kell menni, az jó kérdés. Hát itt fölfelé mutat, de az ugye itt zárva van. Ugye én azt mondom, hogy az a cél, hogy fölmenjünk, de először még nem tudunk. Úgyhogy csekkoljuk le, hát igen, itt a nyomógombunk. Jó, és akkor így víz. Aha, hát akkor vízzel menjünk. Nincs sok idő. Gyorsan. Jó. És akkor itt, amikor lejár az idő, akkor pedig ez a... vissza lemegy. Mi pedig itt leszünk víz nélkül szerintem. És akkor ide fent nyugodtan ugrálgatunk és haladunk tovább. Lássuk a következő nyomógombot. Ez is akkor úgy tűnik felküld így minket. Jó, majd lentebb kicsit. Gyerünk vízzel. Itt így alul, vagy... Jaj, ezt el kell tolni. Azt toljuk így. És aztán megvan. Megvan a page-i. Ugye teljesen fel tudunk még jutni. Hoppa, ott van a... az élettöltőnk is. Ez is jó, ez is megvan. Raising the bar! Jó, akkor azt mondom, ez is kész van. Itt ezen kívül, ide lent úgy nem találok úgy. Nem látok én ezen kívül semmit, úgyhogy innen megyek ki. És már látom is a következő kiszemelt cuckót. Ott szembe van nekünk valami. Na lépjünk, mondom, na lépjünk akkor be a turbó... Mi van? Mondom, lépjünk be a turbók világába.
ez nincs ilyen! Mi kell ide? Ja, várjál, itt van egy lövő. Ezt a lövőt elhasználjuk ide. Jó, szétlőttük. Aztán a méz, ugyebár a mézi. Így bizony mehetünk. És így megérkeztünk a Velocity Terminálhoz. Jéj, azt a mindenségét. Jó, be vagyunk zárva, akkor itt hova került? Vagy várja, ott fel lehet? Ha nézem. Ez itt nekem lezártnak tűnik, nézzük meg pajzsal. Ja, ez teljesen lezárt. Az is lezárt, csak erre tudunk először menni. Várja, és akkor... De ez csúszda? Csúszda lefelé? Ugrani nem lehet, semmit, csak irányítani. És aztán elkerülünk ide, az ellenfelek ködi. Aj, te, szégyed magad, megtüzeli. Az nem jó, az nem elég, mit csináljak még veled akkor? Akkor csá, én repülök, csúszunk tovább a következő. Oj, hoppá, vissza, ott középen, várja, jó. Hála az égnek nincsenek itt tollak, mert hányszor kellene csúszkálni, hogyha tudod úgy lenne felépítve, hogy ott vannak a tollak. Itt így lehetnek a platformerkedésnél, ott úgy lehetnek, de ott, hogy újra meg újra lecsúszkálni, mert kihagytam a tollakat, az azért kellemetlen. Ez volt úgy, szerintem baj a Twin Sanity és csúszkálós pályáknál, hogy ott azt elhibáztad, akkor annyi. Tehát ha nem szerezted meg a drága követ, akkor az viszont hallásra azt nem szerettem benne, hogy ott csak egyszer lehet, tehát hogy nem nincs olyan, hogy próbálkozunk újra meg újra, főleg az automata checkpoint miatt is, ott beragadt a kamera rende. Oj, megint egymás után. Na lőjük le az ellenfeleket, ott volt a lépcső alatt egy hógolyós, és utána indítás, aztán ezzel visszamehetünk, de a másik oldal nem nyíri, dehogy nem, jó. Akkor most megyünk a másik oldalt, és ott csúszunk. Lefelé, ajaj, ott aztán lesz csúszás, úgy érzem. Először győzzük le itt az ellenfeleket, aztán akkor felugrunk, és... Jéhú! Jó, menjünk. Hoppá, jobbra vagy balra? Jobb az jobb. Ja, mert az X is ott volt, utána vettük észre. Aj, itt vannak a tollak! Elkiabáltam már, ha bár mondjuk itt újra lehet kezdeni, mondjuk annyi szerencsénk van, a Twin Sanity-ben nem nagyon. Jó, ez ennyi volt akkor? Ez itt így, mert itt így olyan, mintha ez visszavinne. A Pagey megvan. Úgyhogy amiért jöttünk, az megvan. Habár én ahogy beléptem, azt hittem itt valami nagyobb helyszín lesz. Csak be vagyunk teljesen zárva az a helyzet, mert nézd meg itt milyen szép az egész. De hát így be vagyunk zárva. Habár még megnézhetem azt a másik útvonalat itt lent, mert hogy volt egy X-es útvonal, ami balra ment. Ja, az váltakozik. Így váltakozott. Na nem, vagy megnézzük. Ja, hát lehet ugyanoda vezet, csak nehezebb az útvonal, mert sok az ellenfél. Habár nem. Habár ide, ez másik irány. Új, és akkor itt kint vagyunk a szabad? Vagy várjál. Aj, de nagyon lövöd, mindjárt elrepülök innen. Feküdj le alul. Ó! Ho! Az igen! Ki tudok repülni? Várjál, ez most egy bugot találtam, hogy ez így rendben van. Ez egy bug, nézd meg, be van glitchelve a lába. Figyeld! Ó, azt a mindenit, szét is tudunk nézni. Meddig tudok felrepülni azért? Figyelj, teljesen felbírok repülni. Nem igaz. Ott engedi tovább, vagy... Meddig? Nem engedi felülre teljesen. És mi van, ha itt lent nézek szét? Meddig tudok itt szélre kimenni? Vagy legalább odáig, ha el tudok repülni, mert lent visszalök, lent, ha leesek, visszalök. Habár ide csúsznék le, nem? Ez a csúszásnak a vége, azt hiszem, nem? Vagy, ja igen, a pajzsokat... Okay. Itt van a legtitkosabb gyűjtenivaló, amit nem is írnak a statisztikába, ezek a koponyák mindegyik világban egy darab van, és ezzel megvan az ötödik, a kapitány titkos kincse. Úgyhogy jöhetünk kifelé a csúszás részből. Azt nézem, hogy ez az X-es rész maradt még ki, szerintem és semmi más. Meglátjuk itt akkor milyen titkok lesznek. Ja, itt van az árkád gép, és itt vannak a malac lovagok, ahogy látom. Illetve ott vannak még tollak, jó, megnézzük. Aztán egy barlang is. Szerezzük meg a gyűjteni valókat. Itt felmászunk akkor a kalauzok kincséhez, vagy mi lesz itt felül. Hadd nézem. Na mondjad már mi újság, malacka. Te ő is valami kincset keres, a kalauzok kincsét. Hát ott az X amúgy. Az X az ott van. Plusz itt meg a víz van, ahol van három toll. Ott van a kulcs
oda benn, de ide hogy jutok? Várjál csak, hogy... Aha! Várjál csak, majd akkor... Betörök én egy ilyen pörg... Akkor betörök én egy pajzsa? Nem. Akkor betörök én egy ilyen robban... Hát akkor ide a hajóval kellene lőni? Vagy hogy van ez? Várjál, itt egy kincs, itt a lufiknál. Lehet, hogy ez is segíthet? Nézzük a lufik összetörni, vagy valami. Aha, ez az. Szépen törjük össze. Vagy egy nagy kiáltás... Ezzel a feltöltéssel így mindegyiket, és akkor a kincs pedig leesik, és abban megvan az egyik, a három... Jaj, ez a Pécsi küldetés, jó. Aha, és itt vannak a virágok. Jól van, akkor a virágokat felvesszük, és nagy robbantást végzünk. Na gyerünk, így, ne. Na mi van? Ide du? Na mi van? Nem vehetem el a kulcsát. Lehet a fagyasztással... Meg tudjuk fagyasztani őket? Vagy valahogy a kulcsot meg kellene szerezni? De hát a kincs attól még nincs meg. De hát ha ez segít, hát ha... Ja, ez nem, ez a vízes. Ez a víz. Ezzel most mit csináljuk a vízzel? Azt hittem ezt a fagyasztok. Jó, ott akkor menjünk be a barlangba. Lehet ide bent van. Na lássuk mi a helyzet. Itt a vízbe megint gyűjtés. Itt van a Shovel Knight, akinek egy kulcs kell. Hát tudjuk, hogy melyik kulcs. Szerintem, aki ott van a kinti malacnál. Nem lehet felette átrepülni? Várja már. Ja, nem engedi. Azt hittem fölötte, a kapu fölött átrepülünk. Na jó, akkor megvan a kincs. Most már el kell szerezni a kulcsokat a malacoktól. Mindegyiknek biztos van egy gyenge pontja. Nézzük, hogyha ennek neki megyünk ilyen gyorsba, akkor megadja, vagy hát elejti a kulcsot, és az már egy kulcs. Jövünk a következő, hát neki mi lehet a gyenge, a víz lehet a gyenge pontja, vagy milyen képesség, valamit csinálni kell vele, és akkor úgy, várjál, a körülítés, tőle megvan, na várjál, itt meg akkor támadunk egy bizonyos sorrendbe, tehát akkor egy ilyen támadó, és egy ilyen támadó, vagy egy ilyen nagy támadó, így van meg, aztán ide láthatatlansággal bejövünk egy meg is szereztük tőle. És akkor gondolom az utolsóhoz kell lesz majd ez a vízköpés. Nem akar vizes lenni. Hát kár érte, mi már itt összevizezzük. Először akkor vizet, utána pedig egy ilyen nagy támadást. Jó, sikerült. És ahogy repülgettem fölfelé, azt vettem észre, hogy itt a szikla tetején itt van Rextrónak az arcade gép pontja, úgyhogy az is meg lesz, csak előtte belépek, akkor Shovel Knighthoz elkérem a kincset. Hadd szóljon! Nekünk a lényeg a Pagey, meg ez a pár tollacska. Shovel Knight viheti azt a sok aranyat. Na jó, ez is kész. Nyomás Rextróhoz. Na nézzük meg az utolsó retro játék, ami van. Szokás sosan kétszer kell nyerni, először csak egy próba, aztán pedig valami rekord. Oké, ez egy ilyen space... Opa, ott le lehet esni, vagy hogy van ez, vagy lőni? Ez ilyen... Ja, ilyen ugrál. Esünk lefelé, és pontokat gyűjtünk. Támadni, azt nem tudunk. Előre-hátra kicsit lehet mozogni, hátra lassabban, ez a hátra mozgás fullon. Előre felé azért vadabban, nem lehet neki menni akkor az ilyen dolgoknak. Pontszámban 100-at adnak általában ezek a tollak, biztos van színesebb és akkor az többet ad. De majd meglátjuk mennyi pontszám kell, de az életünkre figyelni kell, 3 darab pillangó maradt még ott nekem, szóval van ezüstös is, úgy tűnik az többet ad, ezüst, tehát bronztól, ezüstől, aranytól. Meglátjuk mennyi kell. Amúgy sok ilyen űrhajós játék volt, hogy így balról jobbra megyünk, és akkor ott úgy lövöldözni kell, meg így föl kikerülni a lövéseket. Itt mondjuk nem kell lövöldözni, csak így balról jobbra halad, de sok olyan retro játék volt, úgyhogy tényleg retrós. A zene az elég jól adja a hangulatot, tényleg jó. Kicsit Flappy Bird! Várjál, kicsit Flappy Bird-ös! Most veszem észre, kicsit olyan. Hát szerintem lesz vagy 20 000 a vége, amit össze kell szedni. Én 15.800-al fejeztem be elsőre, és a rekordja Rextrónak 14.000, ez easy, hiszen elsőre már megdöntöttem. Jó, itt a végén már 17.000, 18.000, vagyis hát leestem. A pontszámot néztem, leestem,
de még így is meg lett a 14. Mert nekem 15.300 lett, akkor köszönöm a page-it. Jó, hát akkor én azt mondom, hogy amit úgy magamtól meg tudtam szerezni, fel tudtam fedezni, az megvan. Hiányzik még 6 darab page, 8 darab toll, akkor ahhoz bekapcsolom majd a Hunter Tonicot, hogy hallatszódjon, ha közelbe vagyok. És 2 darab Ghost, hát akkor ezt akkor megcsinálom, csak utána nézek. Tehát a galaxis pálya után már csak 6 darab page hiányzik, amit itt találtunk az alap hub world-be, az alapvilágba, ahol vannak a további pályák és a belépési könyvek. Van itt egy ilyen szeles hely, egy ilyen nagy cső. Na ide próbáljunk akkor végig kilőni magunkat, hogy el tudjunk jutni valahogy. Erőnk már mindjárt meg lesz, oda kellene be középre. Vere. Arja, meg lesz a kilövés. Jó, szépen megvan egy, még akkor 5 darab kell. Itt van egy titkos ajtó, ide benézek. Úgy látom, hogy lesz valami kihívás, na nézzük csak meg. Ez egy 40 másodperces csúszda kihívás, ahol ugye végig kell csúszni ezeken a kihívásokon. Hát, hogy úgy váltakozik, jó, ez itt jó. Rendben, fordulat. Szépen, hát ugrani nem lehet, szóval, ja. Vagy ügyesnek kell lenni, vagy ki kell bírni életponttal, de hát az idő az ugyanúgy ketyeg attól még. 3, 2, 1, hát ezt éppen, no! Jó, sikerült! Itt van egy csomó könyv, és ezek így úgy tűnik, hogy ilyen dominósan össze vannak állítva. Szóval egy nagy lökés nekik indítok, és így még rá is van írva, hogy dominó. És akkor így meg tudunk szerezni még egy page-it. Itt van egy érdekes alagút, ide gondolom akkor a védelem szükséges, hogy végig menjünk. És az, hogy ott a lepkéket felszedjük, mert le fog járni egyébként. De nem igaz a lepkék, kihagyom a lepkéket. Oké, meg lesz, eljutottunk a végére. Jó, szedjük össze. Jó, és menekülés kifelé. Aztán itt felrepülök. Itt fent lehet látni pár lepkét, aminek segíts, vagy anélkül is be tudok jönni ide, és akkor itt lesz nekünk egy page, amit meg akarunk szerezni. És ezt úgy lehet, hogyha a page betűket aktiválj. De ezek ugye itt a lufikba vannak elrejtve, csak mondjuk össze kell törni, vagy ki kell pukkantani a lufikat. Na megszereztem mindegyik betűt, úgyhogy itt vannak a lángok, és megvan a page. Itt van a könyvtár, meg nézzünk be ide. Itt lesz az utolsó page, a könyvtáros kihívás. Van egy gomb hozzánk közel, meg tőlünk távolabb, és meg kell hallani, hogy melyik a jó. Ez rossz hangot ad, tehát akkor toljuk inkább a másikra. Az a jó hangot adja, és akkor így kell végig. Most itt ez a jó, akkor ezt ide húzzuk, és így végig. És akkor nyílik. Így pedig megvan az összes page, mind a 145. Így feloldottuk a pence, vagyis a gatya secret tonikot.
Így akkor már látszik, hogy van rajta nadrág igazából. Lyukán ott van a nadrág. Hát oké, köszönjük. Nekem ez így... Ez csak ilyen kinézett, mint a 64 bites. Most már csak 3 darab trófea kell, amiből 2-t kell teljesíteni. A harmadik a platina lesz. 15 tonik feloldása, ehhez be kell fejezni a játékot. Capital B legyőzése, ehhez be kell fejezni a játékot. Szóval... Győzzük le a végső boss-t. Ami gondolom itt lesz a Highbury Towers-nél, ahol itt vannak azok a szép nagy szobrok, ott a nagy aranykapu, lássuk, akkor kopogjunk be ide. Kip, kop, nyílik az ajtó, mehetünk, indulás a lifttel. Á, már megint egy quiz, ilyen nincs. Na, lássuk a kérdéseket. Galeon Galaxy, mennyi PG kell, hogy felold az 12-t mondanék. Hú, meddig tartott neked, hogy ideig eljuts, vagy ami 20 óra, 19, 20 óra, 16 perc, ez van. Egy jó játék, tartalmas. Aki szereti az ilyen gyűjtögető és platformereket, annak ajánlom. Butterfly boosterek mennyit van neked? De hát szerintem 6, szerintem megszereztem mind a 6-ot a Butterfly-os. Capital B és Yuka, ki nyerne egy harcban? Hát ez egyszerű, hát Capital B, tudti, hogy Capital a bínyerne. Vagyis hát tudod. Ezt kell mondani neki, de majd mi fogunk nyerni. Capital Casino, kinek a szobra van középen annál a Ghost Corpless Knights Corpless? Vagy ki? Corpless? Jó, szóval azok a szobrok voltak a szökőkútnál, csak nem tudtam lefelé fordítani. És akkor ezzel... Ja, még egy. A kép, melyik világban van ez a kép? Ez a Galeon Galaxy-ban van, ezt egyből mondtam, ez a Galaxy is. Ja, azt nem mondta, hogy ennyi volt a boss, mert az egyszerűen csak így jutunk be. Na, itt az idő. Itt vagyunk az irodába. Capital B. Na mi újság, kisbátyám, csak nem történt valami. Haha, nem ennyi. Na, itt a boss fight, gyerünk, akkor dobálja. Vigye! Ajjajaj, a méhecskék, hát nem hiába Capital B. Inkább neked kellene valahogy, hogy oda csípjen. De ezt nem sikerült összehozni. Hogy támadjunk, mit csináljunk? Várjál, nem lehet tényleg úgy odavinni? Á, pörgőj, gyújj! Vagy vissza kellene lökni ezt így pörögve? Nem lehet. Védőpajzs, körbevesznek, elengedem, akkor meg rám támadnak. Ez sem jó. Ez a támadás mit szól? Ez a támadás azzal sebzem őt? Nem vagyok benne teljesen biztos, de mintha egy kicsit sebezném vele. Pörögni rajtad nem nagyon tudok. Ó, mérges lett. Na most kell oda mérgelődni neki, vagy... Hát ott ugrándozott, azt hittem támadhatok. Ah, csak vergeődik, szerintem akkor kellene... De hamarabb, közelebb kell lenni. Most támadom. Ez az, fel is lögtem. Csípjed, Marjad. Ez az. Na most ki a méhecske? Ez az. Oké, ouch, azt mondja. Akkor jöhet a második fázis. Jönnek a kis segédek. Na majd csípegessünk rajtuk. Aha, itt van egy lövőke, akkor ezzel lelőjük. Ezzel eltaláljuk, szerintem Capital B-t, illetve a kis ellenfeleket is akár. Ez a havas lövő. Aha. Ott már kicsit borul elfelé. Tehát akkor fel kell ugorni és rá kell lőni. Vagy lehet így repülni és így is felé küldeni a hógolyókat. Vagy célozni és úgy megküldeni. Azaz! Így volt a leghatékonyabb. Úgy tűnik, jön a harmadik fázis. Szétörik az iroda. Nyílik ki, rakéta vagy mi a? Milyen ez a hely? Várjál, most hova menjek? Tiszta... Aha, nyomja az ilyen nagy döngölő hasalásokat. Tiszta Crash Bandicoot. Na jó van, és mikor tudok jó sebezni, még nem lehet. Most igen, mert beragadt a lába vagy a jogara, és akkor lehet sebezni. Hát ez a Tiny Tiger a Crash 3-ból, az is így tolta. Csak ott mondjuk még jöttek még olyan oroszlánok is. Egy kicsi lyuk van ott középen, de mi attól még le tudjuk győzni, és sebezhetjük. Oké, legyőzve megint. Megint eltüntetett egy darabot. És, vagy úgy tűnik több darab el lesz tüntetve. És most már több folyamatból jön nekünk ez a hullámlökés. Jönnek olyan mélykaptárok, aztán úgy azok is küldik az ilyen hullámokat, ahol mi nem tartózkodhatunk. De a sebzést ugyanúgy be kell vinni. És még kisebb arénánk lesz. Na de sikerül lesebezni. Így van. Tehát ugrál ő, jönnek a méhecskék, jönnek a mélykasokból.
még további hullámok. Ó, hát ez itt már azért tényleg sok, ez szerintem a végső hullám, győzzük le a méheket, vagy darazsakat, utána pedig ő magát, Capital Beat, még tovább, még van negyedik fázis! Hoppá, de most már ő maga felrepült középre, és aztán hát kilőtt egy, hát egy olyan furcsa hanggal, és ja, várjá, várjá, aha, ez kell lesz szerintem oda irányítani, akkor mondjuk kicsit turbóval, ó, csak várjál, várjál, ha átugranék, hogy tudok? Á, ez szerintem így most már nem, ezt így most már nem, de engem csípett be. A repüléssel repül, várjál, gyere, emelkedjünk föl, és akkor így mögé, ha, az eltalálj, ott volt már, hop, majdnem. Hogy kellene megkerülni, hogy oda menjünk, és akkor Capital B, de mögé, hát ilyen kamerás taj, na várjál, akkor landolok, de nem rosszul látszódott ez, most ez az, most eltalálta a saját fullánkja, reméljük ez elég jó volt, és ezt kell folytatni még, hát nem tudom, három sebzés, négyet kell bevinni, gyerünk vissza egy kicsit, jó, második sebzés megvolt, landolás, és aztán újra repüljünk föl, gyere, találd el, harmadjára eltaláltuk, please, ez elég. Hát úgy tűnik, nem elég, folytatni kell, és... Ó, egyszerre kettőt! Ó, már el is repül a helyéről! Fú, még nehezítések is vannak. Már akkor megelőzöm, és aztán a saját fullántja utoléri majd, vagy ez hogy... De lecsökken nekem az energiám, úgyhogy jönni kell és szaladgálni, gondolom. De az meg utol! Hát ez nem fair! Az energiát... Gyerünk, fordítsd oda, és eltalálta! De ez a másik, ez meg jön utánam még mindig. Akkor még egy forgatás, ó, az pont előtte elment. Gyere már utána, gyere már gyorsabban, please, mert ez, ó, eltalálta. Jó, akkor landoljunk, és most kellene, hogy feltöltődjön ugyebár az én energiám, de nem töltődik. Úgyhogy muszáj bevenni egy sebzést, hát most erre nem tudok mindenki. Ez amúgy tényleg olyan hosszú boss fight, egy kicsi valamit adjatok már, hát nem igaz, egy kicsi életpontot. Három rakéta jön, egy eltalálta, és ezzel, wow, mint Ripto Beles, out of business, megvan akkor a Capital B legyőzése, megvan a Potion Commotion, ezzel pedig megvan a Collectomaniac című platina trófea, 100%-olva a játék. Hú, kemény volt. Én azt hittem Capital B volt a boss. Ó, ő csak egy fogaskerék a gépezetbe. Én vagyok a fő. Mi? Visszakérjük a könyvünket. Végleg befejezzük a kalandot. Micsoda? Ne! Blasto fogja kilőni Capital Beat, vagy mi lesz? Okay, hát akkor kilövés indulhat. Pif! Nesze Capital B. Sőt, úgy tűnik, hogy még a kacsánk is a könyvbe bezárult. Menjünk ünnepelni most már. Így bizony összegyűltek itt a karakterek, akikkel mi interakcióba léptünk. Mind az öt világnak a társai, élőlényei itt partiznak, örülnek és boldogan ünnepelnek. Rextro, az is egy jó karakter volt. Köszönjük szépen a Playtonic Teamnek és nektek, hogy támogattátok a csatornát a végignézéssel, a csatlakozással, lájkkal, feliratkozással, vagy minden egyes kommenttel. Köszönöm szépen az ajánlást, kiváló platformer játék gyűjtögetés fajtájából, ami a 2017-es évben érkezett modern formában. Na de, van ennek egy folytatás, csak az kétdimenziós, tehát ez egy 3D-s platformer, gyűjtögetős platformer volt, az meg kétdimenziós, hát inkább ügyességi platformernek tűnik, úgyhogy a kérdésem a következő, folytatás legyen-e, mikor legyen, milyen formában legyen, hány videóba, ajánljátok-e, platináztátok-e, érdemes-e platinázni, és minden infót, amit tudtok róla. Köszönöm a nézést, találkozunk legközelebb. Akit érdekel, az 20 óra 46 perc 4 másodperc volt a teljes lezárás.